Sziasztok! Kristóf a kockás ember. Ez pedig itt nem más, mint a hétfői bemutató. Ma ismét egy technik készletre készültem nektek. Ez itt a nagy ikonikus 8868-as, azaz az AirTag Glorig. Azt gondolom, hogy a technikfanoknak ez egy nagy kedvencük. Nekem maximálisan az, hiszen egy igazi jó kis kaminos kialakítás, légtechnikával, kompresszorral, minden földi jóvá, és 27, nagyon durva, hogy már 27 éve eltelt azóta, mióta ez megjelent, ugyanis 1992-ben jelent meg, 955 elemet tartalmaz, és hát sajnos, ahogy a Legótól és a Lego elemektől megszoktuk, látszik rajta az idő vasúva, főleg ezen a példányon, ez extrán ki volt téve a játéknak. Fehérek még csak-csak, bár van itt egy-két durvább sárgulás, de inkább az elemek használtságán látszik, úgyhogy valamint itt már az elemtartó, pontosan sárga, tehát a belső része, aminek sárgának érni, az most itt szürke, a sárga rész az feladta magát, úgyhogy muszáj volt kicserélni, úgyhogy nézzétek el neki, de jelen pillanatban a bemutató az tökéletes lesz, hiszen azt kell mondanom, hogy ez inkább játékra való, és meg is mutatom miért. Egyrészt van nekünk itt egy gyönyörű V8-as az elejében, ami értelemszerűen, ahogy ezt megszokhattuk, működik, ahogy mozgatjuk a modellt. Van nekünk egy szuper jó kormányzásunk, ami mostani modellből főleg ki szokott maradni, ugye ezt tudjuk jól, hogy a Hawk, azaz a Hand of God vezérlés, az mostanában ki szokott maradni, szóval ez is megvan rajta. De inkább, ja, hátsó kerekek, ne felejtsem, két differencia van mind a két tengelyen, tehát egy nagyon komoly összerakott készlet. Aki esetleg még nem nagyon találkozott ilyen régi technik szettekkel, annak elmondom, hogy itt még ebben a régi időszakban még a rendes elemeket lukasztották ki, és abból készült ez a technik világában való elemek, amiben lehet beletenni a pineket, és meg a fogaskereket, stb. A mai világban már külön, hát angol néven liftarmok vannak, ennek helyettesítésére. Személy szerint én jobban szeretem a régieket, de nyilván az újjal sincs baj, mindenki döntse el maga. Na, térjünk vissza a készletre. Ugye elmondtam minden funkciót, jöjjön inkább maga a pneumatikus vezérlés. Ugye kapunk egy elemtartót, egy motort és hozzá egy kompresszort, ami tolja nekünk a levegőt, tehát nem kell nekünk pumpálni ahhoz, hogy működjön. Ezen az oldalon kezdjük is mindjárt, van nekünk itt egy forgatásunk, bizony, ez egy nagyon egyedi, exkluzív megoldás, hogy pneumatikus dugattyúk csinálják magát az egész toronynak a forgatását, sehol máshol, semmilyen más készletben nem lehetett látni. Egy nagyon egyedi megoldás, viszont látszik rajta, hogy pont ezért az egyedi megoldás miatt nem tökéletes a mozgása, tehát egy kicsit darabos, néha ugrik egyet, ahogy jön a levegő. Aztán tudunk szépen rajta emelni, süllyeszteni, ahogy azt szeretnénk. És a másik két oldalon van a másik két funkció. Egyrészt van nekünk egy karomösszezárásunk, valamint a második karnak az emelése, döntése. Nyilván most súly nélkül egész jól mozog, ha van benne súly, akkor biztos meg is tud vele küzdeni. És a másik nagyon szuper kitaláció az, hogy kapunk egy ellensúlyt ide hátra a toronyba, így elég sok nehéz súlyt meg lehet emelni, anélkül, hogy megborulna az egész szerkezet. Ez az ellensúly egyébként nem új keletű a Legónál, régi vonatoknál használták ezt, illetve pár készletből fontos volt, hogy szépen ki legyen balanszolva, hogy legyen súlyozva maga a készlet. Hát úgy néz ki, hogy gyorsan végighadatom a funkcióit. Tény, hogy ez a készlet ennyit tud, de ez rengeteg. Tehát azt kell mondanom, hogy egy nagyon jól játszható készlet. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy gyerkőc közébe kerül, én imádná, hogy most ezt emelje föl, oda rakja, oda pakolja, vagy akár még felnőttek is ebből el tudnak vele játszani. Úgyhogy ez egy nagyon jó kitaláció, ritkán találkozni hasonlóval mai világban, főleg ilyen kevés elemből megvalósítva.
Ugorjunk is hát egyből, akinek ajánlom, kinek nem részre. Én azt gondolom, hogy a termékfonoknak mindenképp, tehát egy ikonikus készlet, de nem csak nekik, hiszen ez nem csak egy polci modell, egy jól játszható készlet, tehát nyugodtan mehet gyerkőcöknek is, tehát kamionfonoknak, autós fonoknak, tökéletes, na, biztos, hogy nagyon jól tud mutatni egy Lego kamion gyűjteménybe is, hiszen van bőséggel. Még akár ide is lehet rakni elé szépen a megkamiont, egy nagyon jó páros lenne a kettő, jól látszana a 27 év különbség. Kinek nem ajánlom? Hát nyilván, aki annyira technikát továbbra se csípi, valamint inkább a városépítést rajong, mint például egy kalózós téma, vagy egy city témából hívfülök, ott nehezen tud jól mutatni ez a kis szörnyeteg. Úgyhogy, illetve aki nyilván nem autós beállítottságú, tehát nem éppen egy lányos készlet, úgyhogy nekik annyira nem tudom ajánlani. Én azt gondolom, hogy mindent elmondtam nektek ezzel a készletről, úgyhogy itt az ideje, hogy búcsúzzak. Ha bármilyen szuper sztoritok van, vagy gondolatotok, vagy bármi ezzel a készlettel kapcsolatban, akkor nyugodtan jöhet ide a videó alá kommentbe. Ha még nem tettétek meg, akkor mindenképp iratkozzatok föl, hogy lássam, hogy jó az irány, amit csinálok. A következő videóig pedig mindenkinek nagyon jó legózást, jó pihenést vagy dolgozást. Sziasztok!